Hare Krishna, folytatjuk a Srimad Bhagavatam 6. énekének felolvasását, és a második fejezet 23. versénél járunk. Om namo Bhagavate Vasudevaya, Om namo Bhagavate Vasudevaya, Om namo Bhagavate Vasudevaya. 6. ének, 2. fejezet, a Visnuduták megmentik Ajámillát, és a 23. versnél járunk. Ó, büntelen Pariksit Maharadzsa! Az Istenség legfelsőbb személyiségének szolgái, a Visnuduták látták, hogy Ajámilla mondani készül valamit, így hát hirtelen eltűntek a szem elől. Magyarázat. A sásztrákban ez áll. Papista je durácsara, déva brámana nindakah, apátya bojanász tésám, akále maranám druvám. Akik pápisták, nagyon bűnösek, akik durácsárák, azaz rosszul viselkednek, vagy nagyon tisztátalanok szokásaikban, akik megtagadják Isten létét, akik nem tisztelik a vaisnavákat és a brámanákat, valamint akik válogatás nélkül mindent megesznek, azok számára biztos a korai halál. Azt mondják, hogy a Kali-jugában az ember legfeljebb 100 évig él, de ahogy az emberek egyre inkább degradálódnak, életük hossza is egyre csökken. Praye nál pájusák. Ajámilla most megszabadult minden bűnös visszahatástól. Ezért élete is hosszabb lett, noha már a halál küszöbén állt. Amikor a Visnuduták meglátták, hogy Ajámilla beszélni akar, eltűntek, hogy lehetőséget adjanak neki arra, hogy a legfelsőbb urat dicsőítse. Mivel minden bűnös visszahatástól megszabadult, most készen állt arra, hogy magasztalja az urat. Amíg valaki teljesen meg nem szabadul minden bűnös cselekedettől, nem képes az urat dicsőíteni. Ezt maga Krishna erősíti meg a Bhagavad Gita-ban, 7.28. Yesham tvantaggatam papam, jananam punya karmanam, te dvandva moha nirmukta, bajantemam dridra vrata. Akik jámboran cselekedtek ebben és előző életeikben, és akiknek bűnös tettei teljesen kipusztultak, azok megszabadulnak az illúzió ellentét párjaitól, s nagy elszántsággal szolgálnak engem. A Visnuduták Ajámilla tudatába idézték az odaadó szolgálatot, hogy azonnal alkalmassá váljon arra, hogy hazatérjen vissza Istenhez. Eltűntek, hogy hiányozzanak neki távol létükben, s ezzel fokozzák vágyát arra, hogy dicsőítse az urat. Akik a távol lét fájdalmának hangulatában vannak, mindig rendkívüli odaadással dicsérik az urat. 24. és 25. vers. Ajámilla végig hallgatta a Yamaduták és a Visnuduták közötti beszélgetést, s így megértette azokat a vallásos elveket, amelyek az anyagi természet 3 kötőerejének hatása alatt érvényesek. Ezeket az elveket a 3 véda írja le. Megértette azokat a transzcendentális, vallásos elveket is, amelyek az anyagi természet kötőerei felett állnak, és amelyek az élőlény és az Istenség legfelsőbb személyisége közötti kapcsolattal foglalkoznak. Ezen kívül hallotta az Istenség legfelsőbb személyisége nevének, dicsőségének, tulajdonságainak és ketteléseinek magasztalását is, így tökéletesen tiszta baktává vált. Ekkor eszébe jutottak múltban elkövetett bűnei, amelyeket nagyon megbánt. Magyarázat. A Bhagavad Gita-ban 2.45 az Úr Krishna így szólt Arjunához. Traigunya visaya veda, nishtraigunyo bavarjuna, nirdvando nitya sattva sto, nirjoga kshema atmavan. A védák legfőképpen az anyagi természet 3 kötőerejéről beszélnek. Ó Arjuna, légy transzcendentális és emelkedj e 3 kötőerő fölé. Szabadulj meg minden kettősségtől, valamint minden aggodalomtól, a nyereséget és a biztonságot illetően, és légy szilárd az önvalóban. A védikus elvek valóban leírnak egy fokozatos folyamatot, amellyel felemelkedhetünk a lelki síkra, de ha valaki továbbra is ragaszkodik hozzájuk, nincs esélye arra, hogy a lelki élet szintjére emelkedjen. Ezért tanácsolta Krishna Arjunának, hogy végezzen odaadó szolgálatot, ami a transzcendentális vallás folyamata. Hogy az odaadó szolgálat transzcendentális, azt a Srimad Bhagavatam is megerősíti, 1.2.6. Savai pumsam
Paro Dharmo, Yato Bhaktir Adokshaje. A bhakti, az odaadó szolgálat, Paro Dharmah, azaz transzcendentális, nem pedig anyagi dharma. Az emberek általában azt hiszik, hogy a vallást az anyagi haszon érdekében kell követniük. Ez megfelelhet azoknak, akiket az anyagi élet érdekel, de akik a lelki életre vágynak, azoknak a Paro Dharmahoz kell ragaszkodniuk. Azokhoz a vallásos elvekhez, amelyeknek a segítségével az ember a legfelsőbb úr baktájává válhat. Yato Bhaktir Adokshaje. A Bhagavata vallás azt tanítja, hogy az úr és az élőlény mindenre kapcsolatban állnak egymással, és hogy az élőlénynek kötelessége, hogy meghódoljon az úrnak. Ha valaki az odaadó szolgálat szintjén áll, akkor semmi sem akadályozza az útját, és teljesen elégedett. Ahaituki apratiata yayatma suprasidati. Ajamila, amikor felemelkedett erre a szintre, bánkódni kezdett múltban elkövetett anyagi cselekedetei miatt, s magasztalni kezdte az Istenség legfelsőbb személyisége nevét, dicsőségét, formáját és ketteléseit. 26. vers. Ajamila így szólt. Ó jaj, milyen mélyre süllyedtem az érzékeimet szolgálva. Képzett brámana voltam, ám elzűlöttem, s egy prostituált méhében nemzettem gyermekeket. Magyarázat. A rangosabb osztályokhoz tartozó férfiak, a brámanák, a ksatriák és a vaisják nem nemzenek gyermekeket alacsonyabb osztályú nőknek. A védikus társadalomban ezért az a szokás, hogy megvizsgálják az egybe kelni készülő leány és fiú horoszkópját, és megnézik, hogy a pár illik egymáshoz. A védikus asztrológia feltárja, hogy valaki Vipra Varnában, Kshatriya Varnában, Vaisya Varnában vagy Sudra Varnában születette, az anyagi természet három kötőjének megfelelően. Ezt meg kell vizsgálni, mert egy Vipra Varnában született fiú és egy Sudra Varnában született lány házassága nem lehet sikeres. Az ilyen házasság csak szenvedést okoz mind a férj, mind a feleség számára. A fiúnak tehát egy ugyanabból a rétegből származó leányt kell feleségül vennie. Természetesen ez csupán traigúnya, a védákra támaszkodó anyagi számítás. Ha a fiú és a leány bakta, akkor nem szükséges ezekkel a dolgokkal törődni. A bakták transzcendentálisak, ezért ha összeházasodnak, nagyon boldog párt alkotnak. 27. vers. Ó, jaj! Szálljon kárhozat rám! Olyan bűnösen cselekedtem, hogy szégyent hoztam családom hagyományaira. Elhagytam szemérmes, gyönyörű fiatal feleségemet, hogy egy romlott utcalánnyal háljak, aki bort iszik. Szálljon hát kárhozat a fejemre. Magyarázat. Így gondolkozik az, aki tiszta bakta lett. Ha valaki az úr és a lelki tanítómester kegyéből felemelkedik az odaadó szolgálat síkjára, először megbánja múltbeli bűnös cselekedeteit. Ez segíti abban, hogy fejlődjön a lelki életben. A visnuduták megadták Ajamillának a lehetőséget, hogy tiszta bakta legyen, és egy tiszta baktának kötelessége megbánni a múltban elkövetett bűnös tetteit. A tiltott nem életet, a kábítószerezést vagy az ivást, a húsevést és a szerencsejátékot. Nem csak fel kell hagynunk múltbeli rossz szokásainkkal, de mindig meg is kell bánnunk, ha bűnösen cselekedtünk. Ez jelenti a tiszta odaadás szintjét. 28. vers. Apám és anyám idősek voltak, és nem volt más fiúk vagy barátjuk, aki gondoskodott volna róluk. Mivel nem törődtem velük, sok megpróbáltatáson mentek keresztül. Ó jaj! Visszataszító, alacsony rendű embermódjára, hálátlanul magukra hagytam őket, ilyen körülmények között. Magyarázat. A védikus civilizáció szerint mindenkinek törődnie kell a brámanákkal, az idős emberekkel, a nőkkel, a gyermekekkel és a tehenekkel. Ez mindenkinek a kötelessége, különösen pedig a rangosabb osztályokból származóknak. Ajamila azonban amiatt, hogy egy prostituáltal élt, nem tett eleget ezeknek a kötelességeknek. Ezt megbánva most nagyon bűnösnek érzi magát. 29. vers. Most már tisztán látom, hogy a tettek következtében egy olyan bűnös embernek, mint én, pokoli körülmények közé kell süllyednie, ami azokra vár, akik megszegték a vallásos elveket, s akiknek emiatt rendkívüli gyötrelmeket kell kiállniuk. 30. vers. Álom volt, vagy valóság? Félelmetes embereket láttam, akik kötelekkel a kezükben jöttek, hogy elfogjanak és elhurcoljanak. Hová tűntek? 31. vers.
És hová lett ez a négy gyönyörű, felszabadult személy, aki kiszabadított a fogságból és megmentett attól, hogy a pokolba kerüljek? Magyarázat. Ahogy az ötödik ének leírásából megtudhattuk, a pokol bolygók az univerzum alsó régiójában találhatók, s emiatt a nevük Ado Buva. Ajámila megértette, hogy a Yamaduták onnan jöttek. 32. vers. Milyen visszataszító és szerencsétlen vagyok, hogy a bűnös tettek óceánjába merültem. Most azonban korábbi lelki cselekedeteim eredményeképpen mégis láthattam azt a négy nagyszerű személyiséget, akik eljöttek, hogy megmentsenek. Végtelenül boldog vagyok, hogy eljöttek hozzám. Magyarázat. A Chaitanya Charitamrita Mádia 22.54 kijelenti. Sadhu Sangha, Sarva Shastra Kaya, Lava Matra Sadhu Sangha, Sarva Siddhi Haya. Minden sásztra azt javasolja, hogy keressük a bakták társaságát, mert csupán egyetlen pillanat, amit velük töltünk, a teljes tökéletesség magját ülteti el bennünk. Ajámila ifjú korában kétségtelenül nagyon tiszta volt, s baktákkal és brámanákkal társult. Ezek a jámbor tettek annak ellenére, hogy lealacsonyodott, arra ösztönözték, hogy fiát Nárajánnak nevezze. Ez biztosan annak a jó tanácsnak köszönhetően történt így, amit belülről az Istenség legfelsőbb személyiségétől kapott. Az Úr a Bhagavad Gita-ban 15.15 azt mondja, Sarvasya Chaham Hridi Sannivishto Mattak Smritir Gyanam Apohanam Cha. Én mindenki szívében ott lakozom, s tőlem jön az emlékezet, a tudás és a feledékenység. Az Úr, aki jelen van mindenki szívében, olyan kegyes, hogy azt, aki akárcsak egyetlen egyszer is szolgálatot végzett neki, sohasem felejti el többé. Az Úr tehát belülről lehetőséget adott Ajámillának, hogy legkisebb fiát Nárajánnak nevezze, és így ragaszkodásában örökké mondhassa, Nárajan, Nárajan, majd a halála pillanatában megszabadulhasson a legfélelmetesebb és legveszélyesebb helyzettől. Ez Krishna kegye. Guru Krishna Prasade Paya Bhakti Lata Bija. A Guru és Krishna kegyéből az ember megkapja a bhakti magját. Ez a társulás megmenti a baktát a legnagyobb félelemtől. Krishna tudatos mozgalmunkban éppen ezért megváltoztatjuk a bakták nevét, s olyan nevet adunk nekik, ami Vishnura emlékezteti őket. Ha valaki a halála pillanatában képes emlékezni saját nevére, például Krishna Das vagy Govinda Das, akkor a legnagyobb veszélytől menekülhet meg. Az avatáskor tehát nagyon lényeges a névváltoztatás. Ez a Krishna tudatos mozgalom olyan lelkiismeretes, hogy mindenkinek megadja a lehetőséget, hogy valamilyen módon Krishnára emlékezzen. 33. vers. Hogyan kaphattam volna én, egy prostituált eltartója, a legszennyesebb ember lehetőséget arra, hogy halálom pillanatában Vaikuntapati szent nevét énekeljem, ha hajdanán nem végeztem volna odaadó szolgálatot? Ez nem történhetett volna másképp meg. Magyarázat. A Vaikuntapati név, aminek a jelentése a lelki világ ura, nem különbözik a Vaikunta névtől. Ajámila, aki most már megvalósított lélek volt, megértette, hogy a múltban az odaadó szolgálatban végzett lelki tetteknek köszönhetően kapott lehetőséget arra, hogy a halál pillanatában, nyomorúságos állapotában Vaikuntapati szent nevét énekelje. 34. vers. Ajámila folytatta. Szégyentelen csaló vagyok, aki elpusztítottam saját brahminikus kultúrámat. Sőt, magam vagyok a megtestesült bűn. Hol vagyok én attól, hogy az Úr Nárajan minden áldás megadó szent nevét énekeljem? Magyarázat. Akik a Krishna tudatos mozgalmon keresztül Nárajan Krishna szent nevét terjesztik, azoknak sohasem szabad elfelejteniük, milyen helyzetben voltak, mielőtt idejöttek, és milyen helyzetben vannak most. Számtalan bűnös tettet elkövetve, húsevőkként, iszákosokként és szoknyavadászokként gyalázatos bűnös életet éltünk, most azonban megkaptuk a lehetőséget, hogy a Hare Krishna mantrát énekeljük. Mindig meg kell becsülnünk ezt a lehetőséget. Az Úr kegyéből sok-sok központot nyitottunk, és ki kell használnunk ezt a szerencsés helyzetet, hogy az Úr szent nevét énekelhetjük és közvetlenül szolgálhatjuk az Istenség legfelsőbb személyiségét. Mindig tudatában kell lennünk annak, milyen különbség van jelenlegi és elmúlt életünk között, és mindig vigyáznunk kell,
hogy a legmagasabb szintű létből ne zuhanjunk vissza. 35. vers. Milyen bűnös vagyok. Most azonban megkaptam ezt a lehetőséget, ezért tökéletesen uralkodnom kell az elmémen, az életemen és az érzékeimen, s mindig odaadó szolgálatot kell végeznem, nehogy újra az anyagi lét mélységes sötétségébe és tudatlanságába zuhanjak. Magyarázat. Mindannyiunknak ilyen eltökéltnek kell lennünk. Krisna és a lelki tanítómester kegyéből kiváló helyzetbe kerültünk, s ha mindig az emlékezetünkben tartjuk, hogy ez egy rendkívüli lehetőség, és mindig imádkozunk Krisnához, hogy ne bukjunk el újra, sikeressé tehetjük az életünket. 36. és 37. vers. Amiatt, hogy a testtel azonosítja magát, az embert legyőzik az érzékkielégítés utáni vágyak, így meg annyi jámbor és istentelen tettet hajt végre. Ez jelenti az anyagi fogságot. Én azonban most kiszabadítom magam anyagi kötelékeim közül, melyeket az Istenség legfelsőbb személyiségének illuzórikus energiája teremtett egy nő formájában. A legbűnösebb lélekként áldozatul estem az illuzórikus energiának, és táncoló kutya lett belőlem egy nő kezében. Most lemondok minden kélyes vágyamról, s megszabadulok ettől az illúziótól. Minden élőlény kegyes, jó akaró barátja leszek és öröké, a Krisna tudatba merülök. Magyarázat. Ilyen eltökéltséggel kell rendelkeznie mindenkinek, aki Krisna tudatos. Egy Krisna tudatos embernek ki kell szabadulni a máják karmai közül, és könyörületesnek kell lenni mindenki máshoz, aki e karmok között szenved. A Krisna tudatos mozgalom tevékenységei nem csak a saját érdekeit, de másokét is szolgálják. Ez a Krisna tudat tökéletessége. Akit csak a saját felszabadulása érdekel, az nem rendelkezik olyan fejlett Krisna tudattal, mint az, aki szánalmat érez mások iránt, és ezért terjeszti ezt a mozgalmat. Egy ilyen fejlett bakta sohasem bukik el, mert Krisna különleges védelmét élvezi. Ez a Krisna tudatos mozgalom lényege. Mindenki olyan, mint egy játékszer az illuzórikus energia kezében, és mindenki úgy táncol, ahogyan ő fütyül. El kell fogadnunk a Krisna tudatot, hogy mi magunk megszabadulhassunk, és hogy másokat is kiszabadíthassunk. 38. vers. Pusztán attól, hogy a bakták társaságában az Úr szent nevét énekeltem, szívem egyre tisztul. Nem fogok hát újra áldozatul esni az anyagi érzékkielégítés hamis csábításának. Most, hogy tökéletesen ismerem az abszolút igazságot, többé nem azonosítom magam a testemmel. Feladom az én és az enyém hamis felfogásokat, és elmémet megingathatatlanul Krisna lótuszlábára rögzítem. Magyarázat. Ez a vers érthetően elmagyarázza, hogyan esik az élőlény áldozatul az anyagi körülményeknek. Az első dolog, hogy tévesen a testét tekinti önmagának. A Bhagavad Gita éppen ezért azzal a lelki tanítással kezdődik, hogy az élőlény nem azonos a testével, hanem a testben lakik. Ilyen tudatra csak akkor tehet szert az ember, ha Krisna szent nevét, a Hare Krisna Mahá mantrát énekli, és mindig a bakták társaságában marad. Ez a siker titka. Ezért hangsúlyozzuk, hogy mindenki énekelje az Úr szent nevét, és tartsa magát távol az anyagi világ szennyeződéseitől, különösen a tiltott nemi élet, a húsevés, a kábítószer és alkoholfogyasztás, valamint a szerencsejáték utáni kélyes vágyak szennyeződéseitől. Az embernek nagy eltökéltséggel fogadalmat kell tennie, hogy betartsa ezeket az elveket, így megmenekülhet az anyagi létbeli gyötrelmes állapottól. Ehhez először arra van szükség, hogy megszabaduljunk a testi életfelfogástól. 39. vers. Ajámilla, amiatt, hogy egy pillanatra a bakták, a visnuduták társaságában lehetett, nagy eltökéltséggel megvált az anyagi életfelfogástól. Megszabadult minden anyagi ragaszkodástól, és azonnal Harvard felé vette az útját. Magyarázat. A Mukta Sarvanubandhanah szó arra utal, hogy a történtek után Ajámilla nem törődött többé feleségével és gyermekeivel, hanem egyenesen Harvardba ment, hogy tovább fejlődjön a lelki életben. Krisna tudatos mozgalmunknak most már Vrindavanban és Navadvipában is vannak központjai, hogy akik visszavonultan akarnak élni, legyenek akár bakták, akár nem, oda mehessenek és céltudatosan megválhassanak a testi életfelfogástól. Bárki élete végéig szent helyeken maradhat, hogy egy egyszerű folyamattal az Úr szent neve éneklésével és a praszáda fogyasztásával
elérje a legnagyobb sikert, s hazatérjen vissza Istenhez. Harvardban ugyan nincsen központunk, de Vrindavan és Sridáma Mayapur jobb a bakták számára, mint bármely más hely. A Chaitanya Chandrodaya templom kiváló lehetőséget nyújt, hogy társuljunk a baktákkal. Használjuk ki hát mindannyian e lehetőséget. 40. vers. Harvardban Ajamila egy Vishnu templomban talált menedékre, s ott a bhakti jóga folyamatát gyakorolta. Szabályozta az érzékeit, elméjét pedig teljesen az Úr szolgálatába állította. Magyarázat. Azok a bakták, akik csatlakoztak a Krisna tudatos mozgalomhoz, kényelmesen élhetnek sok templomunk valamelyikében, s odaadó szolgálatot végezhetnek az Úrnak. Így uralkodhatnak elméjükön és érzékeiken, s elérhetik a legnagyobb sikert az életben. Ez a folyamat már időtlen idők óta létezik. Ajamila példájából tanulva nagy elszántsággal meg kell fogadnunk, hogy megteszünk mindent, ami szükséges ennek az útnak a követéséhez. 41. vers. Ajamila teljesen átadta magát az odaadó szolgálatnak. Ezzel elvonta elméjét az érzékkielégítés folyamatától, s örökké elmélyülten az Úr formájára gondolt. Magyarázat. Ha valaki a templomban Murtit imád, természetes, hogy elméjét az Úrral és formájával kapcsolatos gondolatok töltik ki. Nincs különbség az Úr formája és maga az Úr között. A bhakti jóga éppen ezért a legkönnyebb jóga rendszer. A jógik arra törekszenek, hogy elméjüket a szívben lakozó felső lélek, Vishnu formájára rögzítsék, de ugyanezt a célt könnyűszerrel elérhetik, ha a templomban imádott Murtira koncentrálnak. Minden templomban az Úr transzcendentális formája áll, se formára gondolni rendkívül könnyű. Azzal, hogy látjuk az Urat az árati alatt, vagy bogát ajánlunk neki, és állandóan Murti formájára gondolunk, a legkiválóbb jógikká válhatunk. Ez a legjobb jóga folyamat, és ezt az Istenség legfelsőbb személyisége is megerősíti a Bhagavad Gita-ban 6.47. Yoginam api sarvesham mad gatenanta ratmana sradhavan bhajate yomam same yuktatamo mata. Aki nagy hittel mindig bennem lakozik, magában én rám gondol, s transzcendentális szerető szolgálatot végez nekem, az a legmeghittebben egyesül velem a jógában, s minden jógi közül ő a legkiválóbb. A legkiválóbb jógi az, aki uralkodik az érzékeim, s öröki az Úr formájára gondolva, távol marad az anyagi cselekedetektől. 42. vers. Amikor értelme és elméje szilárdan megállapodott az Úr formáján, Ajamila brámana újra megpillantott a szem előtt a négy mennyei férfit. Tudta, hogy ők azok, akiket korábban látott, és így a földre borulva a hódolatát ajánlotta nekik. Magyarázat. Amikor Ajamila megingathatatlanul az Úr formájára rögzítette az elméjét, újra megjelentek előtte azok a visnuduták, akik megmentették őt. A visnuduták egy időre magára hagyták Ajamilát, hogy alkalma legyen igazán megszilárdítani meditációját az Úron. Most, hogy odaadása megérett, visszatértek, hogy magukkal vigyék. Ajamila tudta, hogy ugyanazok a visnuduták jöttek vissza, s a földre borulva hódolatát ajánlotta nekik. 43. vers. Amikor Ajamila megpillantotta a visnudutákat, ott, Harvardnál, a Ganges partján elhagyta anyagi testét, visszanyerte eredeti lelki testét, amely éppen alkalmas volt arra, hogy az Úr társa legyen. Magyarázat. Az Úr a Bhagavad Gita-ban 4.9 így szól. Janma karma chame divyam evam yo vetti tatvata tyaktva deham punar jamma naitimam eti so Arjuna. Ó Arjuna, aki ismeri megjelenésem és cselekedeteim transzcendentális természetét, az teste elhagyása után nem születik meg újra ebben az anyagi világban, hanem eléri az én örök hajlékomat. A Krisna tudat tökéletességének eredménye az, hogy az anyagi test elhagyása után az ember azonnal a lelki világba kerül, eredeti lelki testében, hogy ott az Istenség legfelsőbb személyiségének a társa legyen. Vannak olyan bakták, akik a Vaikuntha-lókára kerülnek, még mások Goloka Vrindavanba mennek, hogy Krisna társai legyenek. 44. vers. Ajamila az Úr Vishnu szolgáinak kíséretében egy arany repülőre szállt, s a légi utakon állt egyenesen az Úr Vishnunak, a szerencse istennője férjének a birodalmába indult. Magyarázat.
A materialista tudósok évek óta próbálnak eljutni a Holdra, de még sohasem sikerült nekik. A lelki bolygókról érkező lelki repülők azonban egy másodperc alatt képesek hazavinni az embert vissza Istenhez. Sebességüket csak elképzelni tudjuk. A lélek finomabb az elménél, és ezt mindenki tapasztalta már, milyen sebesen röppen az elme az egyik helyről a másikra. Az elme sebességét alapul véve elképzelhetjük, milyen gyorsan mozog a lelki test. Egy tökéletes bakta anyagi teste elhagyása után egy pillanatnál is rövidebb idő alatt hazatérhet Istenhez. 45. vers. Ajámilla egy brámana volt, aki amiatt, hogy rossz társaságba került, nem követte többé a brahminikus kultúrát, és lemondott minden vallásos elvről. Végtelenül bűnös ember lett belőle, lopott, ivott és hasonló szörnyű tetteket követett el, sőt egy prostituáltat tartott el, s így arra ítéltetett, hogy Yamaraj szolgálja pokolba hurcolják. Az Úr Szent neve a éneklésének halvány sugara, azonban azonnal megmentette. 46. vers. Aki tehát meg akar szabadulni az anyagi kötelékektől, annak el kell fogadnia azt a folyamatot, hogy örökké a lábainál valamennyi szent helynek menedéket nyújtó Istenség legfelsőbb személyisége nevéről, dicsőségéről, formájáról és kedvteléseiről énekel, s mindig ezeket magasztalja. Más úton, például jámbor vezekléssel, spekulatív tudással és misztikus jóga meditációval az ember nem érheti el a kívánt eredményt, mert amiatt, hogy képtelen uralkodni az elméjén, amit a természet alacsonyabb rendű kötőerői, a szenvedés és a tudatlanság szennyeznek be, még a folyamatok követése után is újra a gyümölcsöző tettek útjára lép. Magyarázat. Magunk is láthatjuk, hogy számtalan karmi, gyáni és jógi kezd el újra ragaszkodni az anyagi cselekedetekhez, még azután is, hogy elért valamiféle állítólagos tökéletességet. Sok áll szvámi és jógi lemond az anyagi cselekedetekről, mert hamisnak tekintik őket. Jagan mitya, de rövidesen újra anyagi tettekbe merülnek. Kórházakat és iskolákat nyitnak, vagy egyéb tevékenységekbe fognak a közjó érdekében. Néha a politikai életben is részt vesznek annak ellenére, hogy hazug módon még mindig szannyászinak, a lemondott rend tagjának nevezik magukat. A tökéletes következtetés azonban az, hogyha valaki igazán arra vágyik, hogy kiszabaduljon az anyagi világból, akkor el kell kezdeni az odaadó szolgálatot, ami a Sravanam Kirtanam Vishnu folyamatával, az Úr dicsőségének zengésével és hallásával kezdődik. A Krishna tudatos mozgalom a gyakorlatban is bizonyította ezt. A nyugati országokban számtalan olyan fiatal ember van, aki kábítószert szedett és tengernyi más rossz szokása is volt, amitől nem tudott megszabadulni. De amint csatlakozott a Krishna tudatos mozgalomhoz, megvált ez szokásoktól és nagyon komolyan átadta magát az Úr dicsősége éneklésének. Ez tehát a tökéletes vezeklés folyamata, a Raja és Tama, a szenvedély és tudatlanság hatása alatt elkövetett tettekért. A Srimad Bhagavatam 1.2.19 kijelenti. Tada Rajas Tamo Bhavah Kama Lophadayas Cha Yecheta Etair Anaviddam Stitam Satve Prasidati. A Raja és Tama hatására az ember egyre kélyesebb és mohóbb lesz. Ha azonban elfogadja az éneklés és hallás folyamatát, akkor a jóság szintjére emelkedik és boldog lesz. Az odaadó szolgálatban fejlődve teljesen megszabadul minden kétségtől. Vidyate Hridaya Grantis Chintyante Sarva Samsayah, és elvágja a gyümölcsöző cselekedetek utáni vágy csomóját. A 47. és 48. vers. E rendkívül bensőséges, igaz történet képes elpusztítani minden bűnös visszaadást. Ezért aki hittel és odaadással végighallgatja vagy elismétli, az még ha anyagi testtel rendelkezik vagy nagyon bűnös életet élt, akkor sem süllyedhet többé a pokoli létbe, s a jamaduták, Yamaraj parancsainak végrehajtói nem fognak elmenni hozzá még látogatóba sem.
testének elhagyása után hazatér vissza Istenhez, ahol nagy tisztelettel üdvözlik és imádják majd. 49. vers. Adzsá Mila a halála pillanatában szenvedései közepette az Úr szent nevét kiáltotta, és noha ezzel a fiát hívta, mégis hazatért vissza Istenhez. Hogyan férhetne hát kétség ahhoz, hogy aki hittel és sértés nélkül énekli az Úr szent nevét, az visszatér Istenhez? Magyarázat. A halál pillanatában az ember valóban megzavarodik, mert teste nem működik többé megfelelően. Ilyenkor előfordulhat, hogy még az sem képes nagyon érthetően kimondani az Úr szent nevét, a Hare Krishna mantrát, aki egész életében ezt gyakorolta. Ennek ellenére azonban a szent név éneklésének minden áldásában részesül. Miért ne énekeljük hát az Úr szent nevét hangosan és érthetően addig, amíg a testünk még egészséges? Ha valaki ezt teszi, halála pillanatában minden valószínűség szerint képes lesz megfelelően, hittel és szeretettel kimondani az Úr szent nevét. Következésként tehát elmondhatjuk, hogy aki állandóan az Úr szent nevét énekli, az biztos, hogy hazatér vissza Istenhez. Ehhez nem férhet kétség. Kiegészítő jegyzet ehhez a fejezethez. Srila Visvanath Chakravarti Thakur a fejezet 9. és 10. verséhez egy párbeszéd formájában fűz magyarázatot, ami arról szól, hogyan szabadulhat meg valaki minden bűnös visszahatástól, pusztán a szent név éneklése segítségével. Valaki azt mondhatná, elfogadom, hogy az Úr szent nevének éneklésével az ember megszabadul a bűnös élet minden visszahatásától. Aki azonban nem csak egyszer, de sokszor teljesen tudatosan követel bűnt, az még akkor sem szabadulhat meg a bűnök visszahatásaitól, ha 12 évig vagy még tovább ezek el. Hogyan lehetséges hát, hogy pusztán az, hogy egyetlen egyszer kimondja az Úr szent nevét, azonnal megszabadítja ezeknek a bűnöknek a visszahatásaitól? Srila Visvanath Chakravarti Thakur a fejezet 9. és 10. versét idézve így válaszol. Az Úr Vishnu szent nevének éneklése a legjobb vezeklés annak, aki aranyat vagy más értéket lopott, aki részeges, aki cserben hagyta barátját vagy rokonát, aki megölt egy brámanát, vagy akinek gurúja vagy más feljebb valója feleségével volt nemi kapcsolata. Ez a legjobb útja a vezeklésnek azok számára is, akik megöltek egy nőt, a királyt vagy az apjukat, s akik teheneket mészároltak le. Minden bűnös ember számára ez a legjobb. E bűnösök pusztán az Úr Vishnu szent neve éneklésével magukra vonhatják a legfelsőbb úr figyelmét, aki azt gondolja, ez az ember szent nevemet énekelte. Kötelességem hát, hogy védelmet nyújtsak neki. A szent név éneklésével bárki vezekelhet bűnös életért, és elpusztíthat minden bűnös visszahatást, noha ezt nem vezeklésnek hívják. A közönséges vezeklés ideig, óráig védelmet nyújthat a bűnös embernek, de nem tisztítja meg teljesen a szívét attól a mélyen gyökerező vágytól, hogy bűnkövessen el. A vezeklés tehát nem olyan hatásos, mint az Úr szent nevének éneklése. A sászrákban az áll, hogyha valaki akárcsak egyszer is kimondja a szent nevet, és teljesen meghódol az Úr lótuszlábának, az Úr azonnal a védencének tekinti őt, s mindig kész megvédelmezni. Ezt Sridhara Swami is megerősíti. Amikor Adzsá Mila nagy veszélybe került, mert Yamaraj szolgái el akarták vinni, az Úr azonnal odaküldte személyesen szolgáit, hogy megvédjék őt. És mivel Adzsá Mila megszabadult minden bűnös visszahatástól, a Vishnu duták pártfogásukba vették. Adzsá Mila Nárajánnak nevezte el a fiát, s mivel nagyon szerette, örökké őt szólongatta. Noha a fiát hívta, magának a névnek rendkívüli hatása volt, mert a Nárajan név nem különbözik a legfelsőbb úrtól, Nárajánától. Amikor Adzsá Mila Nárajan nevet adta a fiának, azzal bűnös életének minden visszahatását eltörölte, s később amiatt, hogy örökké a gyereket szólongatva sok ezerszer kiejtette Nárajan szent nevét, valójában tudtán kívül fejlődött a Krisna tudatban. Valaki erre azt mondhatná, ha állandóan Nárajan szent nevét énekelte, hogy lehet, hogy képes volt egy prostituáltal élni és a borra gondolni? Bűnös tetteivel csak újabb és újabb szenvedést hozott saját fejére, és ezért azt mondhatjuk, hogy azért szabadult fel, mert élete utolsó pillanatában kimondta Nárajan nevét.
Ebben az esetben azonban az, hogy mindig Nárajan nevét énekelte, náma aparád lett volna. Namno balád jászjá hi pápá budhi, aki továbbra is bűnösen cselekszik és az Úr szenneve éneklésével próbálja semlegesíteni bűneit, az náma aparádi, azaz sértést követel a szent név ellen. Válaszként elmondhatjuk, hogy Ajamila sértés nélkül énekelte a szennevet, mert Nárajan nevét nem azért mondogatta, hogy semlegesítse bűneit. Nem tudta, hogy bűnös cselekedetek rabjává vált, és az sem, hogy Nárajan nevét énekelve eltörlie bűnöket. Így tehát nem követett el náma aparádát, s amikor a fiát szólítva újra és újra Nárajan szennevét énekelte, arról azt mondhatjuk, hogy tisztán ejtette ki a szennevet. Amiatt, hogy tisztán mondta ki a szennevet, Ajamila tudtán kívül szertett a bhakti eredményeire. Valójában már az, amikor először kimondta a szennevet, elegendő lett volna ahhoz, hogy megsemmisítse életének minden bűnös visszaltását. Ezt egy logikus példával illusztrálhatjuk. Egy fügefa nem hoz azonnal gyümölcsöt, idővel azonban teremni kezd. Ugyanígy Ajamila odaadó szolgálata is apránként növekedett, és ezért annak ellenére, hogy bűnös tetteket követett el, nem érték visszahatások. A sászrákban az áll, hogyha valaki akárcsak egyszer is kimondja az Úr Szent nevét, múltbeli, jelenlegi és eljövendő bűnös életének visszahatásai nem szállnak rá. Egy másik példát is mondhatunk erre. Ha valaki kitöri egy kígyó méregfogait, az megmenti a kígyó leendő áldozatait a méreg hatásától még akkor is, ha a kígyó újra és újra mar. Ehhez hasonlóan, ha egy bakta akárcsak egyszer is sértés nélkül mondja ki a szennevet, az örökre megvédi őt. Csak várnia kell, még éneklésének gyümölcse a kellő időben beérik. Így végződnek a bhakti vedanta magyarázatok a Srimad Bhagavatam 6. énekének második fejezetéhez mennek címe: a Visnuduták megmentik Ajamilát. Következő fejezet, majd a 3. fejezet lesz, Yamaraj a hírnökeit tanítja. Srimad Bhagavatam ki jai, Srila Prabhupád ki jai, Jai Nitai Góra Prémanandé, Hari Hari Bol, Góra Bhakta Vrinda ki jai, köszönöm, hogy meghallgattál, Hare Krishna, Hari Hari Bol.